A hivatlanok 10 évvel ezelőtt bár nem reformált zsáner, de kétségtelenül borzongató és feszült játékra invitálta a nézőket. Bár soha nem tartottam igazán jó filmnek, az tény, hogy a Home Invasion horror egyik zászlósarójának számít. Az már más kérdés, hogy így 10 év távlatából szükség volt a folytatásra. A sztori végtelenül egyszerű, ezzel nincs is baj. Egy családot követünk, akik egy konténerházba költöznek rövid időre. Első este becsenget valaki, aztán jön a három maszkos idegen, és kezdetét vesz az élet-halál harc. Felesleges belekötni az alapkoncepcióba, ez a zsáner erről szól, sokkal inkább azon múlik az összkép minősége, hogy miként tud játszani a nézők idegeivel a rendező. Aki ez esetben a 47 méter mélyent is jegyző, Johannes Roberts. A felvezetés egyáltalán nem hosszú, rövid idő elteltével már indul is a buli, ami pedig még ütősebb, hogy a cselekmény nagyjából kétharmada egy éjszaka játszódik, és egy igazán hosszú macskaegér játéknak vagyunk tanúi. Ami tetszett, hogy igyekeztek megidézni a 80-as évek hangulatát. Az aláfestő zenék, a betétdalok, képi világ mint ezt hivatottak visszahozni, ami kifejezetten jó húzásnak bizonyult. Egy-egy jumpscare és feszültséggel való játék is képes elérni a kívánt hatást, de akkor most be is fejezném a pozitívumok kiemelését, mert azon egyszeroknál fogva, mert nincs több. A Hivatlanok 2 egy igazi tucat horror, ami semmiben nem tűnik ki az egy kaptafára készülő művek közül. Az egy dolog, hogy nincs sztori, de a főszereplők háttere full felszínes, kapunk valamiféle családi konfliktust, ami annyira gagyin van kivitelezve, hogy inkább hagyhatták is volna francba. Maradva a szereplőknél, egyikük sem szimpatikus, mi több olyan sekk hülyék, hogy hozzájuk képest a zacskós tej Stephen Hawkingnak számít. Ostoba döntéseket hoznak, hülyén viselkednek, ami egy idő után teljesen lezsibbasztotta az agyam, és nem jó értelemben. Az utolsó harmad aztán fel is tette az ira a pontot. A teljesen korrekt medencés jelenet után, mintha átfordulna önmaga paródiájába a film, és még több eszement marhaságnak vagyunk tanulni, a törhetetlen autótól kezdve a röhelyes motiváción át egészen a sekélyes zárásig. Fogalmam sincs, hogy mi szükség volt folytatni ennyi idő után egy alapvetően korrekt horrort, főleg, hogy a végeredmény a már ismert maszkos gyilkosok nélkül sem lenne rosszabb. Valószínűleg csak kellett egy bevált név, ami hoz pár milliót, ha már egyszer maga a film nagyrakás, összeszedetlen, sablonos, ostoba, tucat fos. És akkor még van merszük odaírni az elején, hogy megtörtént események alapján. Ezután küldök egy szép, nagy, virtuális, középső újat az alkotóknak, mert valószínűleg olyan hülyének néznek, mint az általuk megírt karaktereket. Ha mindenképp csillapítani akarod a horror éjségedet, akkor esetleg lesz meg a Hivatlanok 2-t. Más esetben nem igazán ajánlom, mert bár igyekszik megidézni a 80-as évek hangulatát, csak ügyel baja sikerül neki. Úgyhogy én adok is rá 35%-ot. Én ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel. Ha láttad a filmet, írd meg a véleményed kommentben, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!